Ahhoz, hogy sikeres legyen az ember a munkájában, el kell végezni egy egyetemet. Számos ehhez hasonló berögződéssel, úgynevezett ökörszabállyal nevelkedünk, és így rosszul indulunk neki az életnek. Élő példája vagyok. Nem kell egyetemre járni a sikerhez. De ez csak egyetlen példa. Mondom a többit is. Ökörszabály. Házasodj meg 30 éves korod előtt. Észszerűség. Házasodj meg akkor, amikor valóban készen állsz rá. Ökörszabály. Szeress bele valaki gyönyörűbe. Észszerűség. Szeress bele valaki belső szépségébe. Mert előbb-utóbb mindenki ráncos, toprongyi, öreg lesz. Ökörszabály. Gazdagon menj nyugdíjba. Észszerűség. Élményekben gazdagon menj nyugdíjba. Ökörszabály. Legyen sok barátod. Észszerűség. Legyenek igaz barátaid. Ökörszabály. Tedd a szüleidet büszkévé azzal, hogy sok mindent elérsz. Észszerűség. Tedd büszkévé a szüleidet azzal, hogy boldog életed van. Ökörszabály. A luxus, autó, ház, ékszerek boldoggá tesznek. Észszerűség. A luxus nem tesz boldoggá, hogyha eleve nem vagy boldog. Ökörszabály. Találj valakit, akivel együtt tudsz élni. Észszerűség. Találj ki valakit, aki nélkül nem tudnál élni, és élj érte. Ökörszabály. Légy vállalkozó, hogy szabadon dönts, és mások dolgozzanak neked. Észszerűség. Légy vezető, azaz légy kiváló abban, amit csinálsz, és mások követni fognak. Neked milyen ökörszabályok vezérlik az életedet? Hogy csak egy igazi vallás létezik? Hogy az emberségességnél fontosabb, hogy hol születtünk? Vagy milyen árnyalatú a bőrünk színe? Az ökörszabályok korlátoznak és megosztanak bennünket. Hagyjunk fel velük. Sikert és boldogságot!